A kombinált gyalogépünk bemutatása következik. Ha amikor szét akarjuk szedni a gépet, akkor mi az első... Áramtalanítás. Úgy van, Gyuri, igaza van, áramtalanítás, akkor ez megtörtént. Jó? Ezért megkapod a kábelt. Igen, ezért kap egy kábelt. Segítsenek szétszedni. Úgyhogy közben mondják, hogy melyik alkatrészt vesznek le. Igen? Mi lesz az? Segítsek? Munka. Igen? Védőburkolat? Igen, igen, a védőburkolatod. Igen, igen, igen. Ami a késztenként. Azt mondtam el, hogy tudja. Jó, többiek. Következő, mi a következő? Vezetővonalzó. Vezetővonalzó. Jó, segítsenek szétnyitni a gép. Azt a lapokat, hogy hívják? Felős lefutó. Mutassa melyik? Az a lefutó. Az a lefutó. Felfutó. Ez a felfutó asztalap. Ki tudja, hogy miért ilyen retés? Hangos lehet. Halkabb legyen. Halkabb legyen, így van, hogy a késztenge, illetve a gépkés által keltett levegő áramlatok ne zúgassák, vagy amikor ne küzdködnek az asztalapnak, ne rezegtessék annyira. Jó, mit látunk benne? Látunk egy... Elszívócsonkot. Igen. Dávid. Kilincse. Dávid. Ez kilincse. Nem kilincse. Az ajtóban. Visszacsapó kilincs sor. Ez mi? Ez a... Befutó. Hangosan. Behúzó henger. Igen. Nagyobb gépeknél ez ízekből áll, darabokból áll. Úgy hívják, hogy ízelt, vetés, behúzó henger. Utána van egy... Késztengely. Amiben vannak a kések. Amiben vannak a kések. Igen. Igen, esetünkben három darab. Van itt még egy hengerünk, ami a kihúzó henger. A már sima kihúzó henger. Jó, van benne három késünk. Lehet látni a gépen, hogy amin nem lehet változtatni, az a gépkés és a csapágyadása. Ehhez van igazítva minden. Ez van egy öntvénvázba benne, amit ezt szánoknak hívják, amint csúszkál a két asztalap, azon lehet állítani. Akkor most megmutatom, hogy hogy kell rajta kést cserélni, de nem fogom mind a hármat kicserélni, hanem csak egyet. Mert akkor már túl hosszú lenne a felvételünk. Na, mutatom. Minden géphez adnak kulcsokat, villáskulcsot. Ez, amit használunk, ez a sajátja. Érdemes mindig a saját kulcsait használni, mert akkor van esélyünk rá, hogy nem húzzuk túl a csavarokat. Mert ha egy nagyon erős, hosszú nyelű kulcsot használnék, akkor megszakadhat a csavar, és akkor tönkre megy. Na, ki vett észre valamit? Én. Igen? Mit vett észre? Ki jött a kés? Mitől jött ki? Rúgó. Megfújta a csavarokat, és ezért összement a... Igen. Tehát a csavarokat az églétbe behajtottam, és ezáltal már nem szorult benne. Milyen gépkés rögzítéseket ismerünk? Húrirányú, sugárirányú, fedlapos, meg a cserélhető. Ez melyik? Húrirányú. Ez a húrirányú, ezt is kérem megtisztítani. Jó. Amikor hozzányúlunk egy géphez, mindig meg kell takarítani az alkatrészeket a gyantától, meg az esetleges szennyeződéstől, mert akkor tud pontosan. Akkor lehet pontosan visszailleszteni. Jó? Először éket. Jó, itt látszik, hogy ez az 5 darab 4 lapfejű csavar fogja majd beleforítani a gépkésünket. Igen. Van hozzá egy. Igen, köszönöm. Kell egy darab kap és egy sablon. Ezt egy puha fából csak nagyjából beleszorítom. Egyelőre csak nagyjából. Segítsenek, nézzék meg, hogy jól áll-e? Most hogy áll? Jó. Szerintem nem jól áll, mert az él nem ér hozzá a sablonnak a megfelelő pontjához. Most tűnik jónak, ugye? Most jó. Jó, vegye el a sablon, úgy. És akkor ezt a csavart kiterem, és nagyon picit meg
Itt még nem szabad túlhúzni. Nem. Másik fele milyen? Ez. Mit látnak? Most ez ugye jónak tűnik? Á, most nem jó. Most tűnik jónak. Jó. Kicsit meghúzom. Most még itt csak a beállításban vagyunk, úgyhogy nem kell nagyon. Jó, ellenőrzés. Segítsenek, mit látnak? Lehet körbenézni. Ezt nem látok. Pont fölötte kell átnézni. Pont fölötte, nagyon jó. Pont. Ugye, hogy éppen, hogy majdnem hozzáér az élkör a sablonnak a belső feléhez. Itt milyen? Azaz. Na, ide fel. Ott is jó. Nem, azt onnan lehet látni, hogy billeget. Ha billeg, akkor túl magasan van a késünk. Jó, megállapítottuk, hogy ez a kés jól áll. Most jön, hogy meg kell húzni a csavarokat. A meghúzásnak mindig van egy sorrendje. Ebben az esetben középről haladunk kifelé. Ki tudja, hogy miért haladunk középről kifelé? Hát azért. Miért? Ez a sorrend. Igen, igaza van. Mert ez a sorrend, igen, de miért ez a sorrend? Na, mi? Azért, mert hogyha valamilyen feszültség van benne, akkor középről a széle felé lehet eloszlatni. Ugyanúgy, mintha egy darab papírt akarok kisimítani, az se a széléről fölfele, széléről a középfele, mert ugye akkor begyűrődik. Jó, ez ugyanúgy igaz az acélra is, ami igaz a papírra. Igen, az acél, ez egy nagyon rugalmas anyag az acél egyébként. Mind a három késen megcsinál. Kicsit megmozgattuk a késeket, igen. Jó, készen is van. Akkor meghúzva megvan, kész. Segítsenek összeállítani a gépet, ez a helyén van. Asztallapok. Jó, minek kell, mi az első, aminek illeszkednie kell az élkörhöz? A lefutó asztallapnak. Jó ez? Nem jó. Érdekes, ez mindig elállítja magát. Nem jó. Fölfele kell egy kicsit emelni. Mert még átlátok a végzialat. Azt a csavart, igen, igen, azt a szám. Úgy hívják, hogy szám. Jó. Azaz, most jó. De még átlátok rajta. Hol látták alatta? Nem, tehát fekszik rajta a vinkli, és akkor és hozzáér a vélkörhöz. Jó? És akkor rögzítjük a puskatolódárral. Jó, a felfutó asztallap pedig majd attól függ, hogy mekkora fogást szeretnék, azt menet közben is lehet állítani. De ugye 3 mm-nél több nem lesz. Jó? Rakjuk össze akkor a védőberendezéseket, vezetővonalzót. Nem tudjuk, hogy annak is illik derékszögbe állni. Derékszögbe áll? Uh-huh. Nem áll derékszögbe. Nem. Csak úgy látszik, hogy... Mindig elmozdul. Mindig, igen, érdekes, mindig elmozdul. Akárhányszor átalakítjuk a gépet, ez mindig elmozdul. Jó? Most jó. Rendben. Jöhet a védőburkola. Rá. Úgy van. És akkor már tudjuk is használni a gépet, ha akarjuk. Jó. Érdekes volt? Igen. Érdekes volt, most már mindenki tudja. Köszönöm a figyelmet.